próbálunk úgy kosárlabdázni, hogy jaj, vegyük, ne vegyük olyan komolyan, 2 másodperc múlva igazából ütjük egymást a pályán, és, de amúgy imádjuk a helyzetet. Hát mert a kosárlabda az életünk, ennyi. A kosárlabda az szeretünk, életünk. Szeretünk nyerni, szeretünk versenyezni, szeretünk harcolni. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car. Ki gondolta volna? Szevasztok! Ez itt a Face Team Vlogs, és eljöttünk, hogy kihívjuk a 3x3-as magyar női válogatottat egy kosár meccsre. Végre kosaras tartalom, Áron. Óriási élmény, nagyon-nagyon régen nem volt már kosaras tartalmunk, illetve kosarazni is régen csináltunk bármit még a Covid előtt, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon izgatottak vagyunk, és várjuk, hogy ki lesz a jobb. Szerintetek amúgy ki lesz a jobb? Most ugye őszintén én azt gondolom, hogy a lányok nagyon jók, nagyon jól dobnak. Igen. Ugye fizikailag lehet, hogy egy picit előnyben lennénk, de ők már erre készülnek már régóta szerintem. Úgyhogy, csak ellenünk, igen. Illetve mi meg már szerintem fél éve nem kosaraztunk, ha jól emlékszem. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy szoros mérkőzés lesz. Az biztos. Meglátjuk. Van 2 nagy kosarasunk, meg 2 ilyen meg kis. Egy deszkás. Igen. Na, gyertek srácok. Mi bohócok vagyunk hozzájuk képes. De jó bohócok vagyunk. Azért hát tudni kell, srácok, hogy... Hogy a Peti nagy kosaras, az utcán nevelkedett a kosárpályára. Nem, nem. A magyar női kosárlabda azért bőven elismert Európában és a világon, úgyhogy fel kell kötni a gatyánkat. Nem úgy van az, hogy csak oda felmegyünk és el kell löcsögni. Ezek a lányok baromira ügyesek, úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi fog történni. De szerintem a lényeg, hogy have fun. Ez volt ám a sor. Hát jó végre kicsit kimozdulni a termünkből, rég voltunk már bárhol amúgy, ahova csapattal elmentünk utazni vagy fellépni. Először játszunk a lányokkal egy horse kívást, amit a Magyarok Olimpiai csatornán nézhettek meg, aztán indul a 3v3 rangadó. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and get it up. Secure the bag, yeah, get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. 11-ig megy majd a parti, 1-es-2-estért a fantasztikus labdával fogunk játszani, ami 6-os méretű. Sziasztok! Na, a meccs után kell. De, jó, egy... Ja, mert én csaltam. Megnézted, és jó, akkor okay. Én. Akkor kezdhettek. Na, jó, a hölgyek kezdenek. Jó, a lányok kezdenek. Igen, akkor... Semmi taktika, lazába. Nem fogunk ember. Viszont nem, nem taktikázunk, mert... Viszont azért zónázunk. Ne legyenek. Mi ez a zónázás? Labdázzuk a lóposztot. Double triple, mehet? Double triple, igen. Box. Egy passzra vissza. Box. Triple switch. Kosár után. Annyi, ne legyünk nagyon durva, tehát ne küldjük nagyon szét. Jó, nem. 2-3. Fész! Amúgy meg ők fognak minket szétküldeni. 3. Bon! Mit csinálsz? Mert a meccs. Izgulsz? Igen, amúgy izgulok. Elszántak a hölgyek. Emberfogás, srácok! Így, és ott is az első tri. De nem. Hoppa! Hú, eddig amúgy jók vagyunk. Azt hittem nagyobb gondok lesznek. De Petike. Meg Lázár is. Labdakezelésből 5-ösök vagyunk. Én meg csak dunálok itt hátulról. Áron, hoppá! Nem. Amúgy viszonylag dinamikus eddig a játék, nem gondoltam volna. Ilyen hamar belejönnek, de ott is az első kosár. Áron itt még kedves volt, de mindjárt bedurvulunk. Látszik, hogy itt az előny az már abból adódik, hogy nagyon szeretnek szaladgálni a játékosaink, és kint. Amúgy jó, most így, hogy látom az első pár dobást, azt hiszem van esély. Gyorsaság, itt gyorsaságra kell menni. És képes onnan elpasszolni. Azért látszik, hogy nekik vannak taktikáik. Tudni kell, hogy a 3-3 kosárlabda az egy olyan rendszerre épül, hogyha csak 1-2 másodpercig nem figyelsz, már letámadtak, megtámadtak, levédekeztek. Hát ez eddig 2 nekik. 11-es a meccsünk. Srácok, dobjatok már léci, mert ez így gáz. Jaj, de túl kedves vagy, Áron. Ilyenkor le kell blokkolni. És jön vissza. Jó. Megvan az első pont! Gyere, hadd álljak be, Peti! Na, gyere! Itt a csere felváltott engem. Próbált érvényesülni. Eddig megy is neki. És ott is az első pont! És már megy is! Lányok újra támadnak. Ez nem lesz jó nekünk. Elhagyta a harmadik pont!
lányok jönnek. 14 évesen kezdtem el kosárlabdázni, mondjuk úgy gimnáziumi szinten, 16 évesen leigazoltak Tatabányára egy NB2-es csapatba, 20 éves koromra pedig sikerült eljutnom a junior magyar válogatott szintjére. Nem nagy karriert futottam ott be, de ettől függetlenül részese lehettem egy ilyen kicsit nagyobb dolognak is. Gyerünk, Peti! Áron, hármas! Muti! Áron beizított a rakétákat, ott a dupla. Az utcai kosárlabdát megelőzte egy pár éves egyesületi lét edzőkkel, de mindig a magam ura szeretek lenni, és inkább leköszöntem, és úgy gondoltam, hogy az utcán próbálom ki a sikereket, fantáziadús, szabadság. Egy streetball challenge. És nagyon sok magyarországi streetballra elmentünk, sokat meg is nyertünk ebből. De hát mindenkinek, amiben belefektet energiát az élete során, azért ügyes lesz és jó lesz. Szétszednek, én elfáradtam, gyere! Suli elején jártam ilyen kis kosártáborokba, meg egy pár edzésre, de amúgy viszonylag hamar megtaláltam a face team-et, és azután már nincs visszajárás. Egy ideig nagyon szerettem kijárni a Városligetbe kosarazni. Voltam néhány meccsen, aztán Sulival is voltam néhány meccsen, de igazából annyira nem fogott meg, inkább az akrobatika meg a extrémitás az, ami inkább az én világom. Give up the game! Ó, mennyi? 9-5. 9-re mentek már? Aha. 9-5. Ajaj. Nem tudom kiszámolni. Mi az ő? Minusz 9-5. 9-5. 9-7 lesz, figyelj. Figyelj, mert beszállnak az edzők is most már. 9-5, ilyenkor még van esélyünk, hogy betehetünk róla? És most amúgy durván játszanak, vagy ez még csak az ilyen lighty? Ó, hát most melegítene. Vagyok! Jó! Azért Áron tud! Szép volt? Nem. Jó? Nem, én nem tudok sorezni. Csak egy picit. De nem úgy, mint a lány. Hoppá! Ez is jó játék. Gyere, dob, tripla! És jó. Hoppá! Ennyi. Fiel. Nem baj. Jó, feljöhetünk még, srácok. Számítottunk rá. Szép volt, ügyes. Igen? Ki gondolta volna? Milyen meglepetés. Játsszuk újra. Persze, ezt most... Egy kicsit lehetne olyan szabályok, hogy még ti megkötött szemmel? Egy hármas, meg két kimaradt. Na, ennyi, de nem is nem kellene kifogások. Egyszerűen a lányok nagyon ügyesek, nagyon jók. Reméljük, hogy ugyanilyen jó hatékonysággal fognak majd dobni a selejtezőn is, és akkor bejutnak az olimpiára. Úgyhogy gratulálunk a lányoknak. Ezen kívül még játszottunk a lányokkal egy horse challenge-et, ahol párba voltunk velük, és akrobatikus trükköket, meg mindenféle extrém kombinációt csináltunk. Úgyhogy azt is mindenképp nézzetek meg a Magyarok csatornáján. Fenn lesz itt a linket, megtaláljátok a leírásban, meg kommentbe. Nézzétek, csekkoljátok, iratkozzatok fel. Bírsz még valamikor? 2-3. Köszönöm szépen. Ez nagyon. Utcán máshogy nyomják? Utcán tudják a fiúk, hogy nyomjam. Olyan jó lenne, marha jók vagytok, így tovább. Ez nagyon menő. Belemagyarázhat meg időmben. Gyertek minden héten. Párhuzamosan. Sziasztok. Szia, köszi, hogy bíztattál végig. Csináljuk? Ha bármit Facebook-hoz hív fel. Ugorhatok egyet. Lehet, hogy észrevesztek valami kis hasonlóságot e között a terem között, meg a között, amit kb. 2016-ban csináltunk a Trickshot Day-en. Úgyhogy nézzünk is egy kis visszajátszást, hogy azért dob most is egyet. Milyen és hogy sikerül. Hát ennél akkor kicsit jobban sikerült.
Itt voltunk Norbiéka, Blue-val, és megpróbáltunk egy éjszak alatt minél több trickshotot beadni. Nagyon jók sikerültek, az a durva. Igen, és most ez annyira nem sikerült, de hát majd ez... ha jön még egy labda. Na jó, dobjál valahogy. Még egyet. Dobok még egyet, figyelj. Trickshot csak nektek, azoknak, akik feliratkoznak egy trickshot. Az nagyon jó. Hey, papa, elsőre! Szeretnétek, akkor még csinálunk több ilyen kosaras témájú dolgot, mert itt a két úri ember az... Hát azért onnan indult a FaceTime alapjáraton, nem? Így van, kosárlabdáztunk a legelején, zsonglőrködtünk, aztán utána csak kosárlabdázó kis barátok. Aztán rájöttünk, hogy földről nem tudunk zsákolni. Így van. Hát egy idő után, miután már az utánpótlásé nem tud kosarazni. Azért látszik kosarazni. Áron, majd nézzétek meg a horsz kihívásban, hogy milyeneket zsákolt, igen. Én voltam az egyetlen, akinek sikerült, de... Szevasztok!